Vendégünk az Amerikai Egyesült Államokból érkezett. Történész és író, a New York Times bestseller írója. 27 könyve jelent meg, 7 millió példányban 30 nyelven. Két amerikai elnök különleges tanácsadója volt. 4 kontinens egyik legkeresettebb motivációs szónoka. Sportcsarnokok és stadionok telnek meg emberekkel, hogy hallgathassák és tanuljanak tőle. Fogadják azzal a tisztelettel és szeretettel, ahogyan ő érkezett örökhöz, Washingtonból gyémánt független vállalkozó, Doug Weed. Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm szépen! James Boggy! Doug Weed! Come on over, James! Forgot our routine. Thank you very much, it's good to see you. Nagyon szépen köszönöm, nagyon jó látni benneteket. And it's great to be back in Hungary. Nagyon jó újra itt lenni Magyarországon. A great country. Nagyszerű ország. Great people. Nagyszerű emberekkel. Great spirit. Nagyon jó lélekkel. And this country keeps changing. Every time I come back, it's different. Minden változik, ahányszor visszatérek, mindig új dolgokat látok. But the goulash is the same. De a gulyás az ugyanolyan. And the bread is the same. És a kenyér is ugyanolyan. So it's so great to be back here. Úgyhogy nagyszerű újra itt lenni köztetek. And I understand there's some people from Slovenia. Úgy tudom, hogy Szlovéniából is vannak itt emberek. Which is a great country that I love. Ez egy nagyszerű ország, amit szintén szeretek. And from Germany and from Austria. És Ausztriából, Németországból. You know, when I wake up in the morning, I see Austria because I have a painting in my bedroom of Austria. Amikor fölébredtem reggel, akkor Ausztriáról láttam egy képet a szobámba, mert az volt kitéve a falra. But thank you for letting me come back to Hungary again. This is a wonderful moment for me. Nagyon szépen köszönöm, hogy megengedtétek azt, hogy visszatérhessek Magyarországra, és számomra ez egy nagyszerű pillanat. I learned so much about life when I come here. Olyan sokat tanultam az életről, amikor idejöttem. And it's too bad you're translating because I'm going to talk about you. Olyan szörnyű, hogy te fordítasz engem, mert rólad fogok beszélni. It'll be hard to translate. Nagyon nehéz lesz lefordítani. But you better tell the truth. De jobb, ha igazat mondasz. Exactly what I say. Pontosan ugyanazt, amit én mondok. Because I am very impressed with James Voggy and your leadership. Mert én nagyon nagyra tartom a James vezetését. And I want to give my congratulations and my love to Zoran and to Dejan and Vlado. És szeretnék gratulálni és a tiszteletemet kifejezni a Zorán, a Vlado felé. Stand up, Zoran. Zoran. Dejan. Álljatok föl, Dejan, hol vagytok? And Vlado, stand up. And Gabor, Gabor and Gyöngyi, stand up. Gábor és Gyöngyi. Gyöngyi, stand up, please. Álljatok föl. And Ali. Ali. And Trixie, she's not here, but Ali, stand up. Trixie nincs itt, de az Ali az fölállhat. What great leadership you have. Nagyon nagyszerű vezetés van itt. There's a reason that the leaders in your organization and the people, it's a reason the people in your organization are making money. They have good leadership. Az egyik oka annak, hogy a szervezetben emberek pénzt keresnek, azért, mert nagyszerű a vezetés. You know, Ali's got one of the greatest personalities of anybody I've ever met in my life. Az Ali rendelkezik az egyik legnagyobb személyiséggel, az összes ember közül, akivel valaha találkoztam. And I've met some very interesting personalities. És hidd el, én nagyon érdekes személyiségekkel találkoztam. Ronald Reagan was a great personality. Ronald Reagan egy nagyszerű személyiség volt. And the first time I met Ronald Reagan was in his home in California. És az első alkalom, amikor Ronald Reagannel találkoztam, az a saját otthonában, Kaliforniában volt. It was the week he was announcing to be president. És egy héttel azelőtt volt, hogy elnökké választották volna. And I was invited in. They were going to talk to me about writing a book about Ronald Reagan. És meghívtak azért, mert könyvet kellett írnom Ronald Reaganről. And I was just blown away by this great personality. És egyszerűen lenyűgözött ez a nagyszerű személyiség. I remember thinking while I was there, I thought, you know, he could be president. És arra gondoltam, hogy ő valóban elnök lehet. But he was a real old guy even then. De már akkor elég idős volt. Of course, now I like old guys. Apropó, én szeretem az idős embereket. But everybody was saying, he looks so young. Why he looks so young? És mindenki azt mondta, hogy olyan fiatalosnak néz ki, olyan fiatalos. I was thinking, he doesn't look young to me. És azt mondtam magam, számomra nem néz ki egyáltalán fiatalnak. I'll be grateful if he survives the night. Hálásak leszünk, hogyha az éjszakát túléli. And
A little voice said to me, "Hey, he could be president. Take a book, take an ashtray, take something as a souvenir to show your grandkids." És egy kis hang itt belül azt mondta nekem, hogy lehet, hogy elnök lesz. Fogj egy hamutartót, vagy egy könnyed valami, vigyél magaddal innen emlékbe. And another little voice said, "Don't you do such a thing. How would you like it if somebody did that to you?" És egy másik hang azt mondta, hogy merészelni ilyen dolgot tenni? Mit szólnál hozzá, valaki ezt tenni te veled? Well, my wife was with me and we sat down to dinner with the Reagans and there were other couples there. A feleségem is ott volt, és együtt vacsoráztunk a Reaganékkel, és volt ott még egy páros. And during the night I went into the restroom. És az éjszaka folyamán bementem a mellékhelyiségbe. And they had stacks of these red paper napkins. És ilyen rengeteg piros színű kéztörlő volt, papírtörlő. And stamped in white on each napkin it said the Reagans. És rá volt fehérrel nyomva az, hogy a Reaganék. There were stacks of them. És ott volt egy csomó, fölstócolva. Well, I'll take one for myself and I'll take one for my brother. És arra gondoltam, hogy egyet elveszek magamnak, egyet pedig a bátyámnak. But not yet, in case Nancy comes back around and counts the napkins. De még nem, mert lehet, hogy a Nancy jön és megszámolja egyenként ezeket a papírtörlőket. Well, the night went real fast. Úgyhogy az éjszaka eltelt gyorsan. And all of a sudden we're at the door saying goodbye. Well, goodbye. És hirtelen ott voltunk az ajtó előtt, és már elköszöntünk viszontlátásra. Thank you, Mrs. Reagan. Ja, köszönjük szépen, Mrs. Reagan. May I use your restroom? Bocsánat, használhatnám a mellékhelyiséget? I darted back into the restroom. Úgyhogy gyorsan visszaszaladtam a mellékhelyiségbe. And the red napkins were all gone. És az összes piros kéztörlő eltűnt. There were only a few other couples there. Volt ott másik fajta is, de mind eltűnt. But they had taken all the red napkins. They hadn't even left one. És az összes pirosat eltüntették, egy sem maradt. I thought I can't believe that was my chance. És azt gondoltam, hogy úristen, ez volt az egyetlen esélyem. I got back to the hotel. És visszatértem a hotelba. And I said to my wife, I can't believe that there were these red napkins. I was going to get one for myself and one for my brother. És azt mondtam a feleségemnek, nem akarom elhinni, ott voltak ezek a piros kéztörlők, és csak egyet akartam volna elhozni magamnak, meg egyet a bátyámnak. And those thoughtless, selfish guests took all of them. There were hundreds of them. És az összes többi vendég összeszedte az egészet. They didn't even leave one. És egyet nem hagytak nekem. And my wife said, "Oh, that's okay." És azt mondta a feleségem, nem baj, rendben van. And she opened her purse. Kinyitotta a táskáját. And these napkins came jumping out onto the bed. És így ugráltak ki a táskából a kéztörlők. Hundreds of them. Százasával. It was like a magic trick. They kept coming. Olyan volt, mint egy trükk, csak így jöttek ki belőle sorozatba. She had stuffed them all in there. Az összeset betömködte oda. So if you want a red napkin from the Reagan's house, just ask me. I'm trying to sell them on eBay. Úgyhogy neked szükséged van egy ilyen szalvétára Reaganéktől, akkor csak keresd meg engem az eBay-en, fogom árulni a... 10 cents a napkin. 10 centbe kerül darabja. But Ali's got a great personality. These are great leaders here. De az Alinak hihetetlen, hogy milyen a személyisége, és nagyszerű vezetők vannak itt. I have met leaders in our industry who work very hard. Én találkoztam olyan vezérekkel ebben az iparágban, akik nagyon keményen dolgoztak. And I've met leaders in our industry who are great talkers. Találkoztam olyan vezetőkkel ebben az iparágban, akik nagyszerű előadók voltak. But I've never met anyone in networking who is as smart about networking as James Vaughy. De nem találkoztam még olyan emberrel, aki olyan okos lenne ebbe az üzletben, mint a James Vaughy. This is the master of network marketing. Olyan mestere a hálózatépítésnek. And make sure you have his book and make sure you read and reread his book. Úgyhogy legyen meg a könyve, és olvasd el még egyszer ezt a könyvet. This is so loaded, I have to reread it every year. Ez annyira tele van mindennel, hogy nekem minden évben újra kell olvasnom. This book can change your life. Ez a könyv megváltoztathatja az életedet. And it can certainly change your income. És megváltoztathatja a jövedelmedet. Well, I've had a wonderful life in networking. It's been very good to me.
Nekem nagyszerű életem volt a hálózatépítés világában, és nagyon jó volt hozzám ez az üzlet. And I still to this day, James, I'll have people say, well, you worked in the White House, and well, why would you get into networking? És a mai napig emberek azt mondják, hogy hát a Fehér Házban dolgoztál, hogy kerültél te a hálózatépítésbe? Or they'll say, you're a presidential historian, you write these books, then well, why did you get off into Amway? Why would you do that? Te egy történész vagy, és könyveket írsz az elnökökről, hát mit keresel te az MV-be? And every time I have to correct them. Mindig ki kell, hogy igazítsam őket. That's not how it worked. Nem így működött. I lived in a very average house. Én egy nagyon egyszerű házban éltem. A very average income. Nekem nagyon átlagos jövedelmem volt. Very average experiences. És nagyon átlagos élményeim voltak. I got into networking. That's when everything changed. És amikor beszálltam a hálózatépítésbe, akkor változott meg minden. And with the networking came the extra money and the extra opportunity. És a hálózatépítése jött a plusz pénz és a plusz lehetőségek. They say, well, you can't buy time. Azt mondják, hogy hát az időt nem lehet megvásárolni. Yes, you can. De igen. You can buy a lot of time. Rengeteg időt tudsz vásárolni. Some people will give their whole life to work and they'll sell it to you for just a few thousand dollars. Emberek egész életüket adják oda azzal, hogy dolgoznak neked pár ezer dollárért. All that time, all that knowledge, all that experience. Mindez az idő, mindez a tapasztalat, mindez a munka. They'll sell it. És eladják. And you can buy a lot of time. Úgyhogy rengeteg időt tudsz vásárolni. And through networking, it gave me the time to write some of the things I wanted to write and to read some of the things I wanted to read. És az az idő, amit nyertem a hálózatépítéssel, adta meg lehetőséget arra, hogy megírhattam azokat a könyveket, amelyeket megírtam, és elolvashattam azokat a könyveket, amelyeket el akartam olvasni. And eventually I started to meet some of the people I wanted to meet. És aztán alkalmam lett találkozni olyan emberekkel, akikkel szerettem volna találkozni. And to see them not just on television, but to see them face to face. És nem csak a tévében láttam őket, hanem szemtől szemben. So I've seen face to face Nelson Mandela. Így szembe találkoztam Nelson Mandelával, Mikhail Gorbacsovval, Maggie Thatcher, Margaret Thatcherrel, who followed John Major. John Major. Many presidents, six presidents. Hat elnökkel találkoztam. I was looking through some of my DVDs and I found an interview I had with John McCain, who's running for president. És nézegettem a DVD-ket otthon, és egy interjút készítettem korábban John McCain-nel, aki ugye elnökválasztási jelölt, elnök jelölt. People that I would read about. Emberek, akikről olvastam. People I was would learn from, their lives, their mistakes, their successes. Olyan emberekkel találkoztam, akiknek az életéből rengeteget tanultam, a hibáikból, a sikereikből. And I have to tell you very solemnly. És el kell, hogy mondjam nektek őszintén. That one of the greatest persons I've ever met or learned as much from is standing next to me on stage right now. És az egyik ember, akitől rengeteget tanultam, az itt áll mellettem a színpadon. So I am very grateful for networking. Úgyhogy az idő nagyon sokat adott nekem itt a hálózatépítésben. It's given me the chance to do the things I want to do. Megadta azt a szansot, hogy megtegyem mindazt, amit meg akartam tenni. And when a group of us diamonds went together several years ago and founded what became Mercy Corps International. És korábban a gyémántokkal összejöttünk és megalapítottunk egy segélyszervezetet, amit úgy hívnak, hogy Mercy Corps. We have seen it continue to do great things all over the world. És szerte a világon látjuk, hogy milyen nagyszerű munkát végeznek azóta is. We've now been able to give away $1.5 billion of food and medicine around the world. 1,5 milliárd dolláros segélyt osztottunk szét a világon, élelmiszerben és gyógyszerekben. That's a lot of food and a lot of medicine. Ez rengeteg élelmiszer és rengeteg gyógyszer. And it all started. És mindez úgy kezdődött. When somebody said, "Let me show you a way you can make a little extra money." Hadd mutassak meg neked egy lehetőséget, amivel lehet egy kis plusz pénzt keresni. It all came from one of those little meetings with five or six people. Ez onnan indult el, tudod, azokból a kis találkozókból, 4-5 emberen a nappaliba. That's where it started. Ott kezdődött. So the networking is a great business. Úgyhogy a hálózatépítés egy nagyszerű üzlet. Now, if I had to start over right now,
Ha én nekem most újra kellene kezdenem. I was thinking about this on the airplane flying in here tonight. Ezen gondolkodtam, miközben ide repültem hozzátok éjszaka. If I had to start over. Ha most újra kéne indulnom. Knowing what I know now. Tudva mindazt, amit már tudok. And I've listened to some of the great leaders, like your leaders here. I've heard their tapes, and I've met them backstage, and I've listened to them. És én ismerem a legnagyobb vezetőket, azokat is, akik itt vannak. Rengeteg kazettát hallottam, és találkoztam velük a szemináriumokon. I mean, James Vaughy has done this in Australia. He's done it in Asia. He's done it in Europe. He's done it all over the world. Itt van a James, Ausztráliában megcsinálta, megcsinálta Ázsiában, megcsinálta Európában, a világon mindenfelé. If I had to start all over again, ha nekem most újra kellene kezdenem, I would get alone by myself. Magamba vonulnék. I would get a bunch of CDs. Fognék egy rakás CD-t. Of successful people in networking. A sikeres emberek CD-it, akik ebben az üzletben sikeresek. And I would listen to those CDs over and over and over and over. És elkezdeném hallgatni ezeket a CD-ket újra és újra és újra. That's how I would build my business. That's how I would get started. Így kezdeném, így építeném az üzletemet. Now some of you've seen or heard me do the illustration with the empty glass. Can I have an empty glass down there? Or do you have any left? Néhányan emlékeztek rá, hogy van egy ilyen illusztráció az üres pohárral. Van itt egy üres pohár történet? Nem látok. Oh, there are good. Szembe világít a. And some bottles of water. És egy üveg vizet valaki. You can't build a network on empty. Nem tudsz üres. Oh, I need more. Üresen építkezni. You can't have a marriage on empty. Nem tudsz egy házasságot fönntartani üresen. You can't write books on empty. Nem tudsz könyvet írni, hogyha üres vagy. I'll sit down to my word processor and I have to write something and I have to get 10 pages a day in order to meet the deadline that the publisher has. Le kell ülnem a számítógép elé, és 10 oldalt kell írnom minden nap, ahhoz, hogy a kiadónak az elvárásait teljesítsem. But the page is blank, and there's nothing coming. I can't get it. És üres az oldal, és nem jönnek az ötletek, és nem találom a szavakat. I can't create. Nem tudom létrehozni. I've learned this lesson. És megtanultam ezt a leckét. If nothing's coming in, nothing's going to come out. Hogyha nem jön befelé semmi, nem tud kiáramlani se semmi. I need to quit trying to force something to happen. It's not going to happen. És fel kellett hagynom azzal, hogy kierőltetem magamból, mert úgy sem jön ki semmi. And people will get into networking and they try to force something to happen. És emberek beléptek az üzletbe, és megpróbálják megerőszakolni az üzletet. They try to sponsor somebody. És megpróbálnak valakit szponzorálni. And they work. És erőltetik. They worry about how to sponsor this person. És aggódnak, hogy tudnak valakit megszponzorálni. It's like they're trying to squeeze blood out of a rock. Ez olyan, mint egy kőből vért akarná sajtolni. It's not happening. It's not working for me. És nem történik nekem, és nem működik nekem. I'm not good at this. Nem vagyok elég jó ebben. You can't build the business on empty. Nem tudod üresen építeni az üzletet. You can't write books on empty. Nem tudsz könyvet írni üresen. You can't sponsor people on empty. Nem tudsz üresen szponzorálni valakit. Just relax, quit trying. Úgyhogy lazíts, ne próbálkozz. But I found if I quit trying to write books and I start reading books. De rájöttem, hogyha nem erőltetem a könyvírást, de elkezdek olvasni inkább. And I read another book and I read another book and I read another book. Olvasok még egy könyvet és elolvasok még egy könyvet és elolvasok még egy. And I read a story on the internet and another story on the internet and another story on the internet. Olvasok egy sztorit az interneten, meg még egy sztorit az interneten, meg egy könyvet elolvasok, meg még egy könyvet elolvasok. Place to do this right. Oh, right here. Look at this. Hol tudjuk csinálni? Hol tudunk ezzel? Látod? And I read another book 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 and I read another book. Olvasok még egy könyvet. And I read another book. És olvasok még egy könyvet. And I read another book. És olvasok még egy könyvet. I find. Azt találom. That I start writing pages. Hogy elkezdek oldalakat írni. They start overflowing. Mert elkezd kiáramlani, túlcsordulni. They're coming out of me. Túlcsordul belőlem, kijön belőlem. I can't type as fast as I'm thinking. Nem tudok olyan gyorsan gépírni, amilyen gyorsan jönnek a gondolatok. It's just pouring out of me. Egyszerűen kicsordul belőlem. I can't help it. Nem tudok segíteni magamon. It's natural. Ez természetes. I'm not forcing it. Nem erőltetem. I can't stop it. Nem tudom megállítani. Because something's coming in. Mert valami bejött.
And if something's coming in, something's going to come out. És ha valami beáramlott, annak ki is kell áramlani. And if I had to start this business over again, I would not work it as hard as I did the first time because I've learned. És ha most kellene újra kezdenem, akkor nem dolgoznék olyan keményen most, mint amikor dolgoztam az elején. I've learned that you can't build on empty. Mert rájöttem, hogy nem tudod üresen építeni. You want the money. Akarod a pénzt? You want it to work. You've got needs, you've got goals, you've got dreams. Azt akarod, hogy működjön? Vannak álmaid, vannak céljaid? Maybe you're building this business for someone you love. Lehet, hogy valakiért építed az üzletet, akit szeretsz. They're counting on you. They need you. Nekik szükségük van rád. And számítanak rád. The more you try, the harder you work, the less it happens. Minél jobban erőlteted, minél jobban próbálkozol, annál kevésbé történik a dolog. If I had to start over, I would just relax. Ha újra kellene kezdenem, én lazítanék. Get in that room and shut the door and just start listening. Magamra csuknám az ajtót és elkezdeném hallgatni a CD-ket. When I'm driving the car, I'd be listening. Amikor az autómba ülnék, csak hallgatnám. I'd just keep taking it in. És elkezdeném beáramoltatni. Until I started overflowing. Mindaddig, amíg csak elkezdenek kifelé menni. And that's how you'll start sponsoring people. És így kezdesz el embereket szponzorálni. Not because your words are good. Nem azért, mert a szavaid jók. Not because your logic is persuasive. Nem azért, mert a logikád támadhatatlan. But because you're overflowing. Hanem azért, mert túlcsordulsz. It's natural. És ez természetes. You can't help yourself. Nem tudsz segíteni magadon. You will be sponsoring. Sponzorálni fogsz. Because you're too full. Mert túlságosan tele vagy. That's what I would do. Ezt csinálnám én. And I'd get people into the functions. És behoznám az embereket a rendezvényre. I know the power of these functions. Én ismerem az erejét ezeknek a rendezvényeknek. I don't know if it's psychological. Maybe it is psychological. Lehet, hogy ez pszichológia, nem tudom. Who cares? Kit érdekel? If I wanted to build my business, I would go with what works. Ha én építeni akarnám az üzletemet újra, akkor csak azt csinálnám, ami működik. I wouldn't fight it. Nem ellenkeznék. Now sometimes I will see criticism where they say, well, the only reason they're building their business is they're making money off selling the tapes and selling the functions. Én tudom, kritika éri a ház elejét, hogy ja, hát persze, azért csinálják a szemináriumokat, meg azért vannak a CD-k, mert azon lehet pénzt keresni. I encountered this sort of thinking when I first came to the former Soviet bloc back in about 1993-94. Először ezzel akkor találkoztam, amikor az orosz vagy a szovjet blokkba jöttem, és ez 93-94-ben volt. I would talk with some of my friends. Well, you know, after the collapse, they called it in the Soviet Union. I'd say, "Well, how do you feel about things? What are you thinking? I want to learn from them." És barátaimmal beszélgettem, miután összeomlott ugye a szocializmus, és kérdeztem tőle, hogy hogy érzitek magatokat, vagy mi történik itt. I said, what disturbs you about capitalism? What is it that bothers you or scares you about capitalism? Mi az, ami zavar téged a kapitalizmusba, vagy mitől félsz? I can't tell you how many times I heard this, what I'm about to say. El sem tudom nektek mondani, hányszor hallottam ezt a választ, amit most meg akarok osztani veletek. They'd say, well, I like many things about it, but I don't like the way they can advertise and promote a bad product. Hát sok mindent szeretek benne, de azt nem szeretem kifejezetten, hogy tudnak ők reklámozni ócska termékeket. They can get on television and with attractive people they can make the product sound real good and then people will buy a bad product. És embereket megfizetnek, akik jól néznek ki a tévében, és ott hirdetik azokat a silány termékeket, amiket emberekre rásóznak. That's one of the things about capitalism that I don't like. Ez az egyik olyan dolog a kapitalizmusban, amit nagyon nem szeretek. I couldn't understand that. És ezt nem értettem. I said, what? Azt mondtam, micsoda? You think that somebody's going to waste their money going on television, buying television ads to promote a bad product? Te azt gondolod, hogy valaki kemény pénzen fizet azért, hogy időt vegyen a tévébe és egy silány terméket reklámozzon? I thought there's lots of problems with capitalism, but that's not one of them. You picked the wrong one, buddy. És arra gondoltam, hogy rengeteg hibája van a kapitalizmusnak, na de ez nem az, úgyhogy itt nagyot tévedtél, barátom. You don't make money off of promoting something on TV directly. It's very indirect and it takes tremendous volume. Te a TV hirdetéseken keresztül direktben nem tudsz pénzt csinálni. Ez egy nagyon hosszú folyamat és hatalmas forgalom kell hozzá.
If you've got 10,000 of these no good, lousy, dangerous pins that are ha van toxic, neked 10,000 darab ilyen nagyon ócska, pocsék, mérgező tollad, you got them from China, Kínából jött, and the fumes will kill you, és a pár, ami kijön belőle, az megöl, but you got 10,000 of them, de van ebből neked 10,000 darab. You don't go on television and try to promote them, to get rid of them, to sell them to people. Nem fogod a tévébe hirdetni, hogy megpróbálod elsózni az embereknek. You can't stay in business doing that. Így nem lehet megmaradni az üzleti világban, valaki ezt csinálja. You find the best product you can. Meg kell találnod a lehető legjobb terméket, ami létezik. You research for the best product. Kutatod, keresed a legjobb terméket. You ask your friends, do you like this? Do you megkérdezed like a barátodat, tetszik ez neked? What do you think? What do you think? És te mit gondolsz? És te mit And gondolsz? Then you don't trust your friends. És te nem bízod a barátaidra. You get survey groups, little groups together. Fogsz ilyen felmérő csoportokat. Someone from the north, someone valaki from északról, the south, valaki délről, someone from the east. Valaki keletről. You ask them about the product. És őket is megkérdezed a termékről. You spend a lot of time getting the right product before you waste money promoting it. Rengeteg idődbe kerül, mire elkezdesz pénzt befektetni abba, hogy egy megfelelő terméket propagálj. That's how the marketplace works. Így működik a piac. And when you promote it on television, if it's a good product, you still don't make money. És ha nagyszerű terméked van és propagálod a tévén, nem biztos, hogy pénzt fogsz vele keresni. You lose money. Ezen pénzt veszítesz. For a year. Legalább egy évig. For 2 years. Vagy két évig. For 3 years. Vagy 3 évig. Until that product gets such a reputation. Mindaddig, amíg ez a termék el nem éri azt az elismertséget. That it starts selling more than the television advertising. Amikor elkezd egyre több fogyni belőle, azon túl, hogy reklámozzák a tévében. That's how the marketplace works. Így működik a piac. Let me tell you something. Hadd mondjak el valamit. We don't promote tapes and promote functions to make money off of them. Mi nem azért propagáljuk a CD-ket meg a szemináriumi jegyeket, hogy pénzt keressünk rajta. They make money because they work. Hanem azért vannak, mert így működik. The reason people buy tapes is because they've tried it, they've built their group with CDs, and they know it's the shortcut to building a network. Azért vásárolnak emberek CD-ket, mert így építették az üzletüket, és tudják, hogy ez egy kiskapu a siker felé, ami felgyorsítja az eseményeket. If it didn't work, we wouldn't be promoting it. Ha ez nem működne, eszünkbe nem jutna ezt propagálni. If it didn't work, this room would be empty. Ha ez nem működne, akkor üres lenne ez a csarnok. It's here, you're here because it works. Itt vagytok, és azért vagytok itt, mert ez így működik. Conventions work. Ezek a rendezvények működnek. Your attitude was changed at one of these conventions. A te hozzáállásod valószínűleg egy ilyen rendezvényen változott meg. Some of you, your life was changed at one of these conventions. Némelyikőtöknek az egész élet egy ilyen rendezvényen fordult el. And so you're back with 3 other people. Ezért vagy újra itt 3 új emberrel. Not because we're promoting it and you're stupid. Nem azért, mert mi ezt propagáljunk és te hülye vagy. But because it works. Hanem azért, mert működik. You promote a product that works. Olyan terméket propagálsz, ami működik. You invest your life, you invest your money, you invest your time in capitalism promoting something that sells, that works, a good product. Olyan termékbe fekteted az idődet, az energiádat, az életedet, a pénzedet, ami működik. Now we're tasked with building a network. Na, minket megkérdeztek, hogy építsünk egy hálózatot. And we'll be moving products and we'll get just a little bit of money as we move all those products. Úgyhogy ahogy építjük a hálózatot, mozog rajta a termék, és így működik az üzlet. How do we do that? Na, de ezt hogy csináljuk? We've tried to do it over the years. Próbálkoztunk az évek folyamán. We get some people doing it here, and some people doing it there, and some people doing it here. Az egyik ember itt dolgozik, a másik ember ott dolgozik, a harmadik amott dolgozik. And it's like spinning dishes on poles. És ez olyan, mint hogyha tányérokat pörgetnénk egy... We get this one going, we get that one going. Megpörgeted ezt a tányért. We got this one going. Utána azt megpörgeted. We lost that one. Az egyiket elvesztettük. We've learned. Úgyhogy megtanultuk. We've learned what works. Megtanultuk, hogy mi az, ami működik. We've learned how to do it quicker and easier. Megtanultuk, hogy lehet gyorsabban és könnyebben csinálni. And CDs was the first great breakthrough.
És a CD volt az első igazi áttörés. Do you know, we had these big conventions and some people didn't want to have CDs. Tudod, voltak ilyen nagy rendezvények, és emberek között voltak olyan emberek, akik nem akartak CD-ket, hát akkor ugye kazetták voltak még. They said, well, everybody's coming to these functions and these functions are changing their lives. Mindenki jön ezekre a rendezvényekre, ez megváltoztatja az emberek életét. If we sell them a CD for $10, why would they come to the function? És eladunk nekik $10 egy CD, egy kazettát, miért jöjjenek el a rendezvényre? They'll stop coming to the functions. Akkor egyszer csak nem jönnek a rendezvényre. And then their groups won't grow. És akkor nem fog nőni az üzletük. We found the more CDs we sold, the bigger the functions were. It was the total reverse. Tudod, mire jöttünk el? Minél több CD-t adtunk el, annál többbe jöttek a rendezvényre. Ez pont az ellenkezője volt, mint amit ezek állítottak. So to build this business, if I had to start all over again, I'd get as much help as I could get. Ha újra most kéne elkezdenem az üzletet, minden segítséget igénybe vennék, amit csak kaphatok. Now it cost me a lot of money to hire James Vaughy. Nagyon sok pénzembe kerülne, hogyha James-et kellene alkalmaznom. To have him come into a kitchen and talk to those ladies. Hogy ő jöjjön be a konyhába és beszéljen azokhoz a nőkhöz. A lot of money. Nagyon sok pénzembe I'd kerülne. I'd have to take him out to dinner afterwards. Utána el kellene vinnem vacsorázni, az nagyon az sokba kerülne. I'd have to pay his gasoline to come in. Ki kéne fizetnem az üzemanyag költségét. About the third time I ask him to do that, he might be saying, "Ooh, I'm not feeling real good tonight." Harmadszor is el kéne jönni, akkor már lehet, hogy azt mondaná, ma este nem érzem olyan jól magam. I'd say, well, James, I'll give you $100 if you come. Azt mondanám, hogy James, adok $100, ha eljössz. He'd say, I'm still not feeling real good. Akkor még mindig azt mondanám, annyira nem érzem jól magam. I'd say, James, I'll give you $5,000 if you'll come. Azt mondanám, hogy James, adok $5,000, ha eljössz. He'd say, I'm feeling a little better. Azt mondanám, egy kicsit már jobban érzem magam. He would be pretty expensive. Nagyon drága lenne, hidd el. What about you? Would you work for me? Mi van veled? Te dolgoznál nekem? How much would I have to pay you? Mennyit kellene fizetnem neked? Would you work for $5? Te dolgoznál $5? Would you give a one-hour speech for $5? Elvállalnál egy órás előadást $5? The best speech of your life? Az életed legjobb előadását $5? One that you spent 5 years working and living before you gave it? Ami 5 évet bekerült, hogy megtapasztald és összeszed. One that you've given 100 times before in 100 different places, so it's real good and it'll keep their interest. Amit már 100-szor elmondtál és tökéletesítettél, úgyhogy tudod, hogy nagyon működik. Would you do that for me for $5? Megtennéd ezt értem $5? $10? $10? Would you give that speech for me 10 times, 20 times, 30 times, 50 times for just one payment of $10. Megtennéd ezt 5-ször, 10-ször, 20-ször, 100-ször, 200-ször, csak $5 nekem? You probably wouldn't. Valószínűleg nem tennéd meg. It's not enough money. Mert ez nem elég pénz hozzá. But I can get a CD for $10. De meg tudom venni ezt a CD-t. What do you charge for $10? CDs, James? I don't even know. James, mennyibe kerül itt a CD? $20? No, what do you charge? $10, yeah. About 10? Eight. Because of the currency. All right. Yeah, $8. So, I can get a CD for $8. $8-ért tudok venni egy CD-t. I still can't get over how people will say, those CDs sure are expensive. Még a mai napig nem tudom megérteni, hogy emberek hogy gondolják azt, hogy hát ez sokba kerül az a CD. CDs aren't expensive. A CD nem kerül sokba. People are expensive. Az emberek sokba kerülnek. This guy is expensive. Ez a gyerek sokba kerül. CDs are cheap. A CD az olcsó. I mean, you gotta be nice to people. Jó kell, hogy legyél az emberekhez. You can throw your CD around. De a CD-ket dobálhatod össze-vissza. You can put it under the seat in the car. A kocsiba az ülés alá is behányhatod őket. I don't have to buy hamburgers for my CDs. Nem kell megetettem hamburgerrel a CD-imet. Hamburger. 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 So I can say hamburger in Hungarian, just hamburger. Most már ki tudom mondani magyarul is a hamburgert. I don't have to send a birthday card to my CD on their birthday. Nem kell képeslapot küldenem a születés a névnapján a CD-nek. My CD doesn't pout if I don't talk about them all the time. A CD nem fog megsértődni, hogyha nem beszélek hozzá állandóan. I like my CDs. Én nagyon szeretem a CD-imet. If I had to do this all over again, I would have an army of CDs. They'd be going here, they'd be going there. I'd have them busy.
újraindítanám az üzletemet, egy hadsereg lenne nekem célja. Ideadnám, dolgoztatnám. Here, I want this right back, okay? Ezt kérem vissza. To it, get it right back. Here, I want hallgass this right back. I'm coming tomorrow to get it back. Holnap kérem vissza, hallgass meg. Here's a CD for itt you. I'm coming right back tomorrow to get it. It's nothing. It costs nothing. Semmibe nem kerül. I cost more than the CD. Én sokkal többbe kerülök, mint a CD-m. My time's worth more than to spend an hour with that person when I can give him a CD to do it for me. Az én időm sokkal többet ér, mint hogy odaadjak valakinek egy CD-t, és a CD dolgozik helyette egy óráig. Usually I have a bad attitude about the business. Általában nekem rossz az attitűdöm az üzlettel kapcsolatban. The CD always has a good attitude. A CD-nek mindig jó az attitűdje. If it was up to me, I'd never have gone diamond. Ha csak rajtam múlott volna, soha nem lettem volna gyémánt. I had too many doubts. Túl sok kétely volt a fejemben. The CDs believed. A CD-k meg hittek. I didn't have to believe. They believed. Nekem nem kellett hinnem benne. Ők hittek benne. And I would get people into those functions where their lives are changed. És az embereket odalapátoltam a rendezvényekre, ahol az életük megváltozott. And we don't know why. Nem tudjuk miért. I mean, some of you this weekend, way deep down inside, you will make a decision about your business. Némelyikőtök nagyon mélyen, legbelül hoz egy döntést az üzleteddel kapcsolatban. And you won't even know you've made the decision. És nem is vagy tudatában, hogy hoztál egy döntést. 5 years from now, you'll stand on this very stage giving your story. És 5 év múlva itt fogsz állni ugyanez a színpadon, és mondod a történetedet. And in the weeks as you prepare that story, that's when you'll realize, you know, it was back there at Lake Balaton, that was it in 2008. És amikor készülsz a beszédedre, akkor jössz rá, hogy hú, hát akkor indult, 2008 volt a Balaton partján. That's when the whole thing turned around. Ekkor fordult az egész dolog. Now we see this over and over and over again. Úgyhogy mi ezt láttuk újra és újra és újra megtörténni. The third thing I'd do if I had to do this all over again is I would get a team. Ha újra kellene kezdenem, ez a harmadik dolog, amit tennék, hogy egy csapatot építenék. I would get other people to help me. Fognék más embereket, hogy segítsenek nekem. And I'd help them. És én is segíteném őket. I'd go to my upline, and if my upline wouldn't help me, I'd go further upline. Oda mennék a felső vonalamhoz, és ha ő nem segít, akkor mennék még följebb a következő felső vonalhoz. És ha ők sem segítenének nekem, akkor mennék még följebb fölfelé. And then I'd go downline to see if someone wants to work with me. I want to build this. Do you want to build it? I'm going to get going. És akkor lemennék a mélységbe, és megtalálom azt az embert. Akarsz velem dolgozni, mert én ezt meg fogom csinálni. And if they didn't want to, I'd go further downline. És ha ők nem akarnának velem dolgozni, akkor mennék még mélyebbre lefelé. And soon as I found someone upline and someone downline who agreed to work with me. És ahogy megtalálnám az embert a felső vonalon vagy és a mélységben, akik egyetértenek azzal, hogy dolgozzanak együtt velem. Then I'd work with them as a team. Én csapatba dolgoznék velük. I'll promote you, you promote me. Én téged propagálok, te propagálsz engem. I'll speak for your group, you come speak for my group. Én beszélek a te csoportodnak, te beszélsz az én csoportomnak. I'll teach your people this, you teach my people that. Én megtanítom a te üzlettársaidnak ezt, te megtanítod az én üzlettársaimnak azt. That's how you build it quick. Így építed föl gyorsan. You overflow with CDs. Túlcsordulsz a CD-k miatt. Overflowing. Túlcsordulsz. You plan it all around a function so that all of this hits. The next time you come to a function, you have this ready. És mindet a szemináriumok köré szervezed. Mert amikor eljössz, akkor már készen állsz. Some of you can do it right while you're here this weekend. Némelyikőtök ezt meg tudja már csinálni ugyanitt ezen a hétvégén. Go upline, go downline. Felső vonallal találkozol, alsó vonallal találkozol. You can even go crossline if your upline emerald or diamond approves it. Then it's not crossline. Még keresztvonallal is tudsz együttműködni, hogyha megvan az egyetértése a felső vonaladnak. And then you get a team together and you build it together. És kialakítasz egy csapatot, akivel együtt dolgozol. Now this is how you make money, big money in networking. Így tudsz pénzt keresni, nagy pénzt keresni a hálózatépítésbe. This is how he did it. Így csinálta ő. This is how he did it. Ezt így csinálta ő. And the teamwork is, for some reason, it's the most elusive part. I guess people don't think it's really that important. És ez a csapatmunka, ez a legködösebb része a dolognak. Sok ember azt gondolja, hogy ez nem fontos. You know, you go into your kid's room and there's toys all over the floor and it's just easier to pick the toys up yourself.
Tudod, bemész a gyerekszobába, és látod, hogy a szanaszét vannak a játékai, és sokszor könnyebb összeszedni magadnak ezeket a játékokat. You know that your children should do that. Tudod, hogy a gyereknek kellett volna elpakolni. But it takes time to teach your children to do that. De időbe telik megtanítani a gyereket erre. And it takes discipline to teach your children to do that. És kell fegyelem hozzá a gyereket megtanítani. So you just pick them up yourself. Úgyhogy te összeszeded őket. You can't do that and build this kind of a network. Ezt nem tudod megcsinálni úgy, hogy ilyen nagy üzleted legyen. You have to start teaching and training. Meg kell kezdened azt, hogy megtanítod és kiképezed az embereket. And guess what? És képzeld el, you can't train your own people. They don't respect you. Nem tudod kiképezni a saját üzlettársaidat, mert nem tisztelnek téged. Don't look at me like that. Ne nézzetek így rám. Jesus said a prophet's without honor in his own land. They didn't respect him either. Jézus azt mondta, hogy senki nem lett proféta a saját hazájában, őt sem tisztelték. I don't care how important you are, I don't care how much credibility you have, you need help. Nem tudom, milyen magas beosztás vagy, nem tudom, milyen hiteles vagy, segítségre van szükséged. You need someone upline and someone downline that'll work together with you, and maybe crossline if it's approved. Szükséged van valakire a felső vonalon, szükséged van a mélységbe valakit, és akár lehet ez keresztvonal is, hogyha ez jóvá van hagyva. I'll take Tuesday night, you take Wednesday night, she'll take Thursday night. Én megyek kedden, én megyek szerdán, ő jön csütörtökön. I'll teach this, you teach that. Én tanítom ezt, te tanítod azt. Quit picking up the toys. Gyerünk felszedni a játékokat. Bring in someone to teach your children how to pick up the toys. Keríts valakit, aki megtanítja a gyerekeidnek, hogy kell összeszedni a játékaikat. This is the power of a team. Ez a csapatnak az ereje. Now Gandhi taught this cycle. Gandhi tanította ezt a ciklust. He said that success causes division. Azt tanította, hogy a siker az megosztást szül. And division leads to suffering. És ez a megosztottság vezet a szenvedéshez. And suffering leads to unity. És ez a szenvedés okozza az egységet, az összetartást. And unity leads to success. És az egység vezet a sikerhez. And it never stops. És ez soha nem áll le. It's always going. És újra így működik. He said that even the prospect of success causes division. És azt mondta, hogy még a siker esélye is megosztottságot szül. I almost laughed when I first read that. Én nekem nevetnem kellett az elején, amikor ezt olvastam. Because that's the way it was in my networking group. Mert ez pontosan ugyanígy volt az én üzlethálózatomban. First, everybody was saying, well, this won't work. I don't want to do this. I don't believe this will work. I don't think there's going to be any money in this. Az elején mindenki azt mondja, nem hiszem, hogy ez működni fog. Én nem hiszek ebbe. Nem tudunk ezzel pénzt keresni. And the same night, before the night was over, the same night. És mielőtt vége volt az estének, ugyanaznap este. They were arguing about it. Vitatkoztak róla. Well, that village is my village. You can have this village. Ez az én falum lesz. Nem, ez lesz az enyém. Én ezt fogom. They hadn't made a penny and they were already divided. Még nem is csatlakoztak üzletet, de már ellenkezett a véleményük. Even the prospect of success causes division. Még a siker esélye is megosztottságot szül. So groups divide. Úgyhogy a csoportok szétválnak. They get bitter. És mérgesek lesznek. They gossip. Pletykálnak. I've seen people get in this business because of some very important cause or hope for someone they loved. Embereket láttam, akik azért csatlakoztak az üzletbe, mert egy nagyon fontos okuk volt, vagy valakiért, akit nagyon szerettek, akarták ezt megcsinálni. And now they're starting to make money. És elkezdtek pénzt keresni. And they get upset at other people. És egyszerűen megharagudtak más emberekre. And all of a sudden they're fighting other people in the business. És egyszerűen ellenségekké váltak másokkal az üzletben. Oh, you've lost a lot of weight. Oh, lefogytál. Good job. Ah, jó munka. You have to tell me about that afterwards. Utána el kell, hogy mondjad, hogy ezt hogy csináltad. And they fight. És veszekednek. And they are willing to sacrifice their dream. És hajlandóak feláldozni az álmukat. They're willing to give up something for their own children. És hajlandók feladni valamit, ami a gyereküké is lehetne. Just to hurt somebody else. Csak azért, hogy valaki másnak ártsanak. That they didn't even know existed. Akiről nem is tudták, hogy létezik. Before they got into networking. Mielőtt beszálltak a hálózatépítésbe.
Now, if let me talk to some of the leaders. Hadd beszéljek a vezetőkhöz. If somebody came to you 5 years ago or 8 years ago, ha valaki jött volna hozzád 5 évvel ezelőtt vagy 8 évvel ezelőtt, and they said you can be a millionaire in 5 years. Te milliómos lehetsz 5 éven belül. You can have your children in special schools. A gyerekeidet a legjobb iskolákba járathatod. You can have a home in Spain. Spanyolországban lehet egy nyaralót. You can go skiing all of December and take it off and celebrate the holidays and bring all your family and pay all of their expenses. Az egész decembert kiveheted és síelhetsz egész hónapba, a síparadicsomba töltheted a családoddal. All the uncles and aunts and cousins and hozhatod a nagybácsikat, a nagynéniket, mindenkit, és vendégül láthatod őket. You can live comfortably the rest of your life. Kényelmesen élheted az életed hátralévő részét. But there's a catch. De van egy buktató. There's a catch. Van egy buktató. There is this person. Van itt ez az ember. Who will also get the same things you get. Aki ugyancsak eléri mindazt, amit te. But they're a very crude, vulgar person. De ő egy nagyon durva, vulgáris személyiség. And they won't work as hard as you. És ők nem fognak olyan keményen dolgozni, mint te. And they won't deserve it as much as you do. És nem is érdemlik meg annyira, mint te. And they will say bad things about you. És rólad rossz dolgokat fognak mondani. Do you still want it? Még akkor is akarod? Or is that a deal breaker? Vagy ez megbuktatja az egész üzletet. You say, who cares about the guy? Azt mondod, kit érdekel ez? Who cares about him? Kit érdekel ez? Why should he ruin my life? Miért kéne, hogy ő tönkretegye az én életemet? I'm in. Benne vagyok. That's what you would have said. Ezt mondanád. So I'm telling you right now. Én mondom neked előre. Success leads to division. A siker megosztottsághoz vezet. That's not unique to network marketing. Ez nem különleges a hálózatépítésben. That's human nature. Ez emberi természet. And division leads to suffering. És ez a megosztottság szenvedéshez vezet. And when people suffer, és mikor az emberek szenvednek, if it's bad enough, ha már elég fájó, it leads to unity. Akkor jön el az egység. And unity leads to success. És az egység hozza meg a sikert. Gandhi was trying to get freedom for his people. A Gandhi szabaddá akarta tenni az embereit. He was trying to convince the Hindus and the Muslims to stay together just a little bit longer. Megpróbálta meggyőzni a hindukat és a muzulmánokat, hogy csak egy kicsit tartsanak ki egymás mellett. To taste the sweet success of freedom. Hogy meg tudják ízlelni a szabadság édes ízét. They were the second largest nation on earth. A második legnagyobb nemzet a világon. And less than 5,000 British troops stationed in India ruled over the second largest nation on earth. És 5000 fegyveres angol uralkodott a világ második legnagyobb nemzetén. Because they were divided. Azért, mert egymás ellen mentek. Division leads to suffering. Meg voltak osztva, és ez vezetett a szenvedéshez. If you fight over the village, if you fight over the rally, if you fight over the honors, if you fight building your network, harcolsz a falu miatt, harcolsz a terület miatt, az elismerés miatt, you're on your way to suffering. Akkor úton vagy a szenvedés felé. Not success. Nem a siker felé. Now I want to appeal to those tonight who are suffering. Na most azoknak, akik szenvednek közületek, hadd mondjak valamit. You're tired of owing money on your credit cards. Már betege vagy annak, hogy tartozol a hitelkártyádon. You're tired of seeing other people buy new cars. Ma azt is unod, hogy mások vesznek új autókat. You're tired of what's happening to your children or what's happening to your parents. Ma eleged van abból, hogy mi történik a gyerekeiddel, vagy mi történik a szüleiddel. If you could do something about it, you would do something about it. És ha lehetőség lenne valamit tenni, megtennéd. I'm telling you, you can. Hadd mondjam el azt, hogy tudsz tenni. If you've had enough, if the suffering is enough. Amikor a szenvedés már elég. You can team up with other people in this room. Akkor összeállhatsz más emberekkel ebben a teremben. And as a team. És mint egy csapat. United. Összefogva. Working for each other. Egymásért dolgozva. You will do what these people up here have done.
megcsinálod azt, amit ezek az emberek itt megcsináltak. Because unity leads to success. Mert az egység, az összetartás vezet a sikerhez. 1963, the Beatles burst on the scene. They were a great, great band. 1963-ban jelent meg a Beatles a színpadon, és hatalmas sikert aratt. They'd worked very hard. Nagyon keményen dolgoztak. One year of success, 1963. Egy év siker, 1963-ban. The next year they came to the United States and the explosion happened again. Egy évvel később, 64-ben jöttek Amerikába, és robbanásszerű növekedés volt. But 3 years later they were gone. De 3 évre rá eltűntek. Same thing, men at work, same thing, they broke up. Ugyanez, az emberek szétszélettek. Jesus said, a house divided against itself cannot stand. Jézus mondta azt, hogy az a ház, amelyik megvan osztva önmagában, nem fog állva maradni. In the 1970s there was a rock group in the Russian speaking world in the former Soviet Union called Mashina Vremeni. Volt egy rockzenekar a 70-es években orosz nyelvű piacon, what was it? Mashina Vremeni. Ez volt a neve. It was very popular. Well, there was one here in Hungary about the same time called Korál or Choral. Korál volt Magyarországon egy hasonló stílusú zenekar itt Magyarországon. But they couldn't stay together. De nem tudtak együtt maradni. Made good music. Rendkívül jó zenét csináltak. Made a little bit of money. Jó pénzt kerestek. Couldn't stay together. De nem tudtak együtt maradni. But there were groups in the Russian-speaking world, there were groups in Hungary that stayed together. De voltak olyan együttesek, az orosz piacon is, meg Magyarországon is, akik együtt maradtak. In the 80s and 90s there was a Republic. Volt itt a Republic Magyarországon a 80-as években, 90-es években. They're still around. És a mai napig itt vannak. In the Russian speaking world there was Duda-ta, still making money. És volt egy orosz zenekar, akik együtt maradtak. Let me give you an idea of the amount of money we're talking about. Hadd mondjam, hogy mekkora pénzekről van itt szó. The Beatles lasted 3 years, 4 years, 63 to 67. Big money, 4 years. 3-4 évet voltak együtt, 63-tól 67-ig. They broke up. És utána szétváltak. Success, Gandhi said, leads to division. Gandhi azt mondta, hogy a siker a megosztottsághoz, a széteséshez vezet. And Gandhi was saying to India, stay together. És Gandhi azt mondta Indiának, hogy maradjatok együtt. Stay together. Fogjatok össze. For your children, stay together. Maradjatok együtt a gyerekeitekért. The Rolling Stones. A Rolling Stones? You know them? Yeah. Last year they made $560 million. Az elmúlt éve 560 millió dollárt csináltak. They've stayed together. Együtt maradtak. Some say the Beatles' music is better than the Rolling Stones. Van, aki azt mondja, a Beatlesnek sokkal szebb a zenéje, mint a Rolling Stones-é. The Beatles never ever came close to making that much money. A Beatles soha közelébe nem került ahhoz, hogy ilyen pénzt csináljon. Because life rewards those who behave. Mert az élet azokat fogja honorálni, akik viselkednek. So stay together. Úgyhogy maradjatok együtt. Now, what keeps us from moving? What keeps us from building? What keeps us from making these dreams come true? Mi tart vissza minket attól, hogy elinduljunk? Mi tart vissza attól, hogy építsük az üzletet, hogy az álmaink valóra váljanak? This, psychologists say, this is the makeup of procrastination. This is why we procrastinate. A tudósok, a pszichológusok azt mondják, hogy a következő oka van annak, hogy miért halogatunk. Perfection, a desire for perfection. Az, hogy tökéletesen akarunk valamit csinálni. A feeling of inadequacy. Annak az érzés, hogy nem vagyunk elég jók. And a feeling of discomfort. És a kényelmetlenség érzése. That's why you don't build your network. Ezért nem építed a hálózatodat. And that's why you need a team. Ezért van szükséged egy csapatra. If you try to build this by yourself, I don't care how smart and powerful and strong you are, you're not going to get it done. Ha ezt megpróbálod egyedül megcsinálni, mindegy, hogy milyen okos vagy, milyen erős vagy, milyen hatalmas vagy, so nem fog menni. Quit building it by yourself and quit building it on empty. Úgyhogy ne egyedül csináld, és ne üresen csináld. It's easier than that. Ennél sokkal könnyebb ez. Just relax. Lazíts. And just let it pour in. Engedd be. And just listen. Hallgass. And listen. És hallgass. And listen.
és hallgass, and listen, és hallgass, until you can't take any more, amíg nem tudsz már többet bevenni, until you're overflowing, amikor már elkezdesz túlcsordulni. And find a team. És keress egy csapatot. Get somebody else. They don't have to be brilliant. Keres valaki más, nem kell, hogy brilliánsok legyenek. They just have to be not you. That's all that qualifies. If they're not you, they're qualified. Annak kell, hogy megfeleljenek, hogy ne te legyél ők. Ennyi az egész. Two is good, three is better. Kettő nagyszerű, három még jobb. And start with your team. I want to do this. Do you want to do this? Kezd el a csapatoddal. Én ezt meg akarom csinálni, te meg akarod csinálni? I'll help you. Will you help me? Én segítek, te segítesz? And it's the team that overcomes the procrastination. És a csapat fogja legyőzni a halogatást. A team is less inadequate. Egy csapat az kevésbé hatékony. There's less discomfort with a team. Kevésbé alkalmatlan egy csapat, és kevésbé fáradt. Because I know you're suffering too. Because mivel tudom, hogy te is szenved. We're suffering together. Együtt szenvedünk. There's less perfection when there's a team. A csapat esetében kevésbé van szükség a tökéletességre. I may not do it right to your people, you may not do it right when you speak to my people. Lehet, hogy én se tudom a legtökéletesebben előadni, amikor tanítom az embereidet, te ugyanígy nálam. But we're moving. De megyünk előre. So that's how I do it if I had to do it all over again. Now, így csinálnám, ha újra kéne kezdenem. I just want to say this about unity again. Hadd mondjam el a következőt az egységről. This is the message. Ez az üzenet. Settle your disputes. Old meg a konfliktusaidat. Deal with your hurts. A fájdalmaidat rendezd el. Get over it. Lépj túl rajta. Don't let some injustice. Ne engedd az, hogy egy igazságtalanság keep you from your dreams. Távol tartson az álmaidtól. You say, well, but this is not fair. De azt mondod, hogy ez nem igazságos. This situation is not fair. De ez a helyzet az igazságtalan. This is awful, this situation. És ez a helyzet, ez szörnyű. So what? Na és? That should not interfere with your right to give your children what you want your children to have. Ez nem elégséges indok arra, hogy ez megakadályozzon abba, hogy a gyerekeidnek megad, amit meg akarsz adni nekik. Get over it. Old meg. If this didn't exist, there'd be another injustice. Ha ez az igazságtalanság nem lenne, akkor lenne egy másik. And it's worse than that. És ez még rosszabb, mint az. And we could find another injustice. És tudunk találni egy harmadik igazságtalanságot. That's worse than that. Ami még ennél is rosszabb. Get over it. Lépj túl rajta. At some point, if you want to be successful in networking, at some point. Egy ponton, ha te sikeres akarsz lenni a hálózatépítésben, egy bizonyos ponton. That has to end. Valaminek, ezt be kell fejezni, le kell zárni. It'll never be fully settled. Soha nem lesz teljesen elrendezve. But it's no reason for you to be poor. De ez egyáltalán nem elégséges ok arra, hogy te szegény maradj. Get over it. Lépj túl rajta. So I came all the way from the United States to tell you this, and I don't know anything about your group. I don't know any details. I saw James for the first time just before we walked on stage. Én jöttem Amerikából, nem ismerem a csoportodat, nem tudom, hogy mi történik ott. James-el is itt találkoztam az ajtóba, hogy beléptem. But I do know human nature. De ismerem az emberi természetet. And I've been a part of networking for the last 30 years all over the world. Úgyhogy én részese voltam ennek a nagy hálózat építésnek az elmúlt 30 évben. So here is my message to you tonight. Itt az üzenetem számotokra ma este. The bleeding stops now. A vérzést most kell elállítani. The criticism stops now. A kritikákat most kell abbahagyni. The gossip stops now. A pletykálást most kell befejezni. The division stops now. A megosztottságot most kell abbahagyni. The positive begins. És a pozitívum most indul. The loyalty begins. A lojalitás most kezdődik. The unity begins. Az egység most kezdődik. And the wealth will come. És a vagyon ide fog jönni. That's what will happen. Ez fog történni. Now, when you're wealthy, na, vagyonos leszel-e? If it still bothers you, ha vagyon még zavar, you can go back there and deal with it. Vissza tudsz térni, vagyonosan is elrendezni ezt az igazságtalanságot. But my guess is you will even have forgotten about it. De addigra én azt gondolom, hogy el fogsz
felejteni mindent. Don't let somebody else ruin your life. Ne engedd, hogy valaki más tönkretegye az életedet. Seize the opportunity you've been given and build something for your children. Ragadd meg ezt a lehetőséget, amit megkaptál, és csinálj vele valamit, amit a gyerekeidért megtehetsz. Don't put someone you didn't even know existed a few years ago ahead of your own dreams and your own family and the people you love. Ne engedd, hogy valaki más előtérbe kerüljön, akit néhány évvel ezelőtt nem is ismertél, hogy az utadba álljon, hogy megted mindazt, amit a családod érmeket. Remember why you got in this business. Emlékezz, hogy miért jöttél be ebbe az üzletbe. Pursue the dreams that God's given you. Menj azért az álomért, amit az Isten a fejedbe rakott. Don't be distracted by these challenges or pain. És ne engedd, hogy eltérítsenek ezek a kihívások. Now, Galileo, this is the end of my speech, by the way. Galileo, ez lesz az előadásom vége, apropó. Hú, de nehéz ez a... Lighter chair? Van egy könnyebb székot, Ali, a tiéd. Galileo is the one who gave us this, watch out, there's a cord there, okay. This principle of inertia. It's a law of inertia. A Galileo adta nekünk a tehetetlenség törvényéről szóló állítást. And the law of in the law of physics, there's several laws of physics. There's the law of gravity, for example. Fizikának több ilyen törvénye van, például a gravitáció. It's a law. Ez egy törvény. So you could be in a good mood. Lehet jó kedved. It's still the law of gravity. Még akkor is működik a gravitáció. You could be in a bad mood. Lehet rossz kedved. Doesn't change the law. A törvény nem változtatja meg. There's nothing personal, it's just a law. Ez nem rólad szól, ez a törvény. And Galileo is the one that gave us the law of inertia, and I just love it. It's a wonderful, the language is so beautiful. És a Galileo adta nekünk a tehetetlenség törvényét. Let's take a look at this chair. Úgyhogy nézd meg ezt a széket. Galileo says that a Galileo azt mondja, a property of matter at rest will remain at rest. Azt mondja, hogy property of matter at rest. Egy nyugalmi állapotban lévő test will remain at rest. Nyugalmi állapotban marad. Unless acted upon by an external force. Mindaddig, amíg egy külső erőhatás nem éri. So this chair is at rest. Úgyhogy ez a szék most nyugalmi állapotban van. And it will remain at rest. És nyugalmi állapotban fog maradni. Unless acted upon by an external force. Mindaddig, amíg egy külső hatás, erőhatás nem éri. Otherwise it would just remain at rest. Mindaddig csak nyugalmi állapotban marad. Now everybody understands this is Galileo's great discovery. It's a law. Mindenki tudja, hogy ez egy fizikai törvény, Galileo adta nekik. Nothing personal, it's like gravity. Ez nem rólad szól, ez a gravitáció, olyan, mint a gravitáció. And it's the law of inertia. És ez a tehetetlenség törvénye. But there's more. De még több van itt. When we think of inertia, we think it's just at rest. But the rest of Galileo's theory, which has been proven and now law of physics, was more. De sokkal többről szól, mint az, hogy ez a testi tehetetlen állapotban van. A property of matter in motion. Egy olyan test, amelyik mozgásban van. Will remain in motion. Mozgásban fog maradni mindaddig. Unless acted upon by an external force. Mindaddig, amíg egy külső erőhatás nem éri. Now you know why when you think of inertia you think of the resting chair, not a moving chair? Tehát amikor tehetetlenségről beszélsz, akkor egy olyan statikus helyzetben lévő székre gondolsz, ami nem mozog. People talk about overcoming inertia. És emberek arról beszélnek, hogy le kell küzdeniük a tehetetlenséget. We don't really mean that because inertia not only says if it's resting it will stay resting, it also says if it's moving it will stay moving. Úgyhogy ez nem csak azt jelenti, hogy ami nyugalmi állapotban van, az úgy is marad, hanem ami mozgásban van, az is mozgásban marad.
But we don't believe that. Csak mi ezt nem hisszük el. That defies our experience. Mert ez ellentétes a tapasztalatainkkal. That defies what we see with our own eyes. Mert ez ellentétes azzal, amit a saját szemünkkel látunk. Because Galileo says that this chair, this property of matter, mert azt mondja Galileo, hogy ez a szék, ami in motion, hogyha mozgásban van, will continue in motion unless acted upon by an external force. Folyamatosan mozgásban marad mindaddig, amíg egy erőhatás nem éri. So theoretically, I should push this chair, and it will go forever throughout all eternity. Úgyhogy elméletileg, ha ezt a céget én itt meglököm, akkor a világ végéig ennek mozogni kell. Well, let's see, Galileo. Na nézzük, Galileo. If you're so smart. Ha olyan okos vagy. If this is a law, like the law of gravity. Ha ez egy törvény olyan, mint a gravitáció. Then I'm gonna push this chair. Akkor most meg fogom lökni ezt a céget. And we'll see if Galileo's right. És megnézzük, hogy igaza van-e Galileónak. Because a property of matter in motion will continue in motion unless acted upon by an external force. Mert az a test, amelyik mozgásban van, az mozgásban is fog maradni mindaddig, amíg egy ellentétes, amíg egy erőhatás nem éri. Here we go. Na nézzük. It stopped. Megállt. And yet there's this law of physics. De itt van ez a fizikai törvény. And it stopped. És megállt. I didn't stop it. Én nem állítottam meg. Friction stopped it. A súrlódás állította meg. I can scoot it across the stage a little bit. Tudom itt csúsztatgatni a színpadon egy kicsit. But the friction stops it. De megállítja a súrlódási erő. And that's the external force. Ez egy belső erő. Now, if you load up on the CDs and you come to the functions and you organize a team and you get all three working at the same time, boy, is that beautiful to behold. Na, hogyha föltöltöd CD-kkel, lehozod az embereket a rendezvényre, és kialakítasz egy csapatot, és mind a három működik egyszerre, you will start moving. Akkor mozgásba lendülsz. But you are going to encounter friction. De szembe találkozol a súrlódással. You will come out of this weekend moving. Erről a hétvégéről mozgásba lendítve fogsz hazamenni. And unless acted upon by an external force, you will continue in motion all the way to diamond. Mindaddig, amíg egy ellentétes erőhatás nem ér, meg nem állsz a gyémántig. But the friction will be there. De ott lesz a súrlódási tényező. Theoretically, you should be a diamond. Elméletben ugyanúgy meg nem kéne állnod a gyémántig. Theoretically, anybody can be a diamond. Elméletileg bárki gyémánt lehet. But there's friction. De ott van a súrlódás. Relatives, friends, rokonok, barátok, our own sense of inadequacy, a mi kisebb rendűség érzéseink, fear, félelem, guilt, bűntudat. There's friction. Ott van a súrlódás. And that's what stops us. És ez állít meg minket. That's why we need these things. És ezért van szükségünk ezekre a dolgokra. That's why we need the CDs and to be overflowing. Ezért kell a CD, hogy túlcsorduljon benne. If enough comes in, it's going to start coming out. Hogyha elég jön befelé, akkor elkezd kifelé áramlani. That's why we need these weekends. Ezért van szükség ezekre a hétvégékre. And that's why we need each other. És ezért van szükségünk egymásra. And that's how you build a network. És így építesz egy hálózatot. Just takes two. Megjön? Just takes two. Kettő kell hozzá. If you can find someone else in this room, ha találsz valaki mást ebben a teremben, before you leave this weekend, mielőtt kimész erről a rendezvényről, and you will say, I will help you, will you help me? És azt mondod, hogy én segíteni fogok neked, te segítesz-e nekem? You can build your network. Akkor fel tudod építeni a hálózatodat. And you can have your dreams come true. És valóra válthatod az álmaidat. Thank you. God bless. Good to see you all. Köszönöm, again. Isten áldjon benneteket. Holnap találkozunk. Get the book. Fogjátok a könyvet. We'll be right back.